Számos rendezvény különleges helyszíneként ismerhetjük a Tolnai Dunapartot. Ez még inkább így van, amióta több százmillió forintos fejlesztést valósítottak itt meg. A környező településen élő családok is hétről hétre meglátogatják ezt a parkot a modern környezet és új játékok miatt. Nem véletlenül tartották a Fidesz-KDNP tolnai képviselőjelöltjeinek bemutatását éppen itt. Miként Horváth István, a választókerület elnöke fogalmazott, ez a helyszín is azt bizonyítja, hogy a település fideszes vezetése az elmúlt 5 évben mennyi mindent tett a város fejlődéséért. Ezt az irányt kívánják folytatni a most bemutatott képviselőjelöltekkel. Tolnán a folytatásra fókuszálunk, hiszen az elmúlt 5 évben nagyon sokat fejlődött Tolna városa, illetve Tolna, és mind a két település rész, és egy nagyon rutinos képviselőtestület van. 5 évvel ezelőtt is gyakorlatilag a 8 körzetből 7-et megnyert a Fidesz-KDNP, a 8. is éppen, hogy csak nem nyerte meg, de ahol nyert, mindig 50% fölött volt a támogatás, tehát egy nagyon legitim, mondhatni azt, hogy egy rutinos képviselőtestületet javaslunk a tolnaiaknak és a mőzsieknek, a Persófer Ágnes polgármesterasszony vezetésével. Ágnes ez mind képviselőként, mind polgármesterként is meg fogja méretíteni magát. Én azt gondolom, hogy ha végigtekintünk az elmúlt időszakon, hogy mi történt a városban, illetve milyen típusú beruházások, fejlesztések vannak, akkor az lehet minden tolnaiak és mőzsinek az érdeke, hogy ez a nyugodt, kiegyensúlyozott, a lokál patriotizmus beágyazottságával működő képviselőtestet tudja továbbvinni a munkát. Én magam is, képviselőtársaink is szenvedélyesen szeretjük ezt a várost, és tényleg én magam minden porcikámmal ide kötődöm. El nem tudom képzelni, hogy máshol éljek, és a családomat máshol neveljem. Én azt ígérem, hogy tisztességesen, becsületesen fogom a továbbiakban is vezetni ezt a várost, amennyiben a választók bizalmat szavaznak. Látni egyébként a mosolygós arcokat itt lent a Dunaparton, meg látni, hogy hányan járnak a tolnai tanúszodába, hányan tanultak már meg ott úszni, és látni azt, hogy az iskolák, óvodák épülnek, hogy például az új háziorvos talán azért is vállalta el az új körzetet, mert egy csodaszép rendelőbe tudott beköltözni. Én azt gondolom, hogy ezek azért mégiscsak visszaigazolásai annak, hogy jó munkát végeztünk. A Persófer Ágnes azt mondta, az a terve, ha megválasztják polgármesternek, még többet tesz majd a város fejlődéséért. Folytatni kívánja az utakjárdák felújítását, és miként fogalmazott, mindent elkövet annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések megvalósuljanak. Azt ígéri, hamarosan létrejön a játszóház, és épül egy városi bölcsöde is. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei között zömében olyan jelöltek vannak, akik több ciklus óta képviselőként dolgoznak a városért. Így például Baksainé Kenesei Éva, Stercné Asztalú Zsuzsanna, Straubinger Ferenc, vagy éppen 1998 óta képviselőként dolgozó Gul Csaba. A körzetben lakóknak az érdekeit szeretném képviselni, mint a járdák, az utak rendbetétele. Az összes utcánkban van aszfaltos út, zömében mind a két oldalon járda, ezek felújításra szorulnának. Az idei év ide az utolsó ciklus arról szól, hogy a várost építsük, a várost fejlesszük. Remélem, hogy a következő ciklusban több lehetőségünk jut erre. Mindenképpen szeretném a vásártéri lakásoknál a villany és az útporkatra megoldását. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei között egyetlen új arcot lehet felfedezni. Ő Koncz Jánosné, aki a Mőzsi városrész képviseli majd, ha megválasztják. Eddig tanárként, óvodavezetőként és Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának elnök helyetteseként ismerhették meg a helyiek kitartását, munkabírását, ember szeretetét. Mostantól pedig, mint képviselő tenne a mőzsiekért. Bár azt mondja, ez a szerep sem új számára. 2 cikluson keresztül, amíg volt településrészi önkormányzatot képviselő is voltam, tehát fontosnak tartottam, hogy tegyek a település részére, és még úgy érzem, hogy van bennem annyi energia nyugdíjasként, hogy
még tudok tenni egy kicsit a település rész fejlődéséért. Szeretném, ha az óvoda előtt egy új parkoló épülne, mert nagyon fontos most már, hogy megfelelően parkoljanak az autók, ugyanis nagyon sok gyereket hoznak gépjárművel az óvodába, és ez reggel 8 órakor, illetve délután 4-kor igen nagy forgalmi dugót jelent ott a falu központba. Aztán fontos még, hát természetesen az utakat, járdákat is azért fel kellene újítani több helyen a településen, illetve a posta és a postával szembeni bolt, illetve abban az utcában még két bolt van, tehát ezt az egész területet ott parkolókkal, úttal, tehát azt egy kicsit ott rendbe kéne tenni, hogy a forgalmi rend is egy kicsit elfogadhatóbb legyen itt ezen a részen. Aztán hát a virágosabb legyen egy kicsit a település, és fákat is jó lenne még ültetni néhány helyre. Önkormányzati és polgármester választásokat Magyarországon a 2012. január 1-től hatályos új alkotmány értelmében 5 évente tartanak. Idén, október 13-án lehet leadni a szavazatokat.